Óbecsén 323 kisdiák ült ma először iskolapadba. Az első tanítási napon az ismerkedés és az iskola felfedezése mellett az önkormányzat jóvoltából iskolakezdő ajándékcsomagjaikat is átvehették. Az óbecsei önkormányzat, mint minden évben, az idén is igyekezett biztosítani az elsősök számára egy kisebb ajándékcsomagot. Ez tartalmazza egy kifestőfüzetet, amely által a gyerekek tanulhatnak a biztonságos közlekedésről, valamint néhány olyan felszerelést, amely szükséges az első osztályban. Az idén a csomag a járványhelyzetből kifolyólag védőmaszkokat is tartalmaz. A tanévet a hagyományos oktatási modell szerint kezdtük meg, és reméljük, hogy ez így is marad. Az idén a korábbi évekhez képest több elsősünk van. Az iskolások mellett megemlíteném az óvodai tagozatokat is, hiszen az idén az elektronikus beiratkozást követően még több szülő igényelte úgy a bölcsödés, mint a napközis gondozást, ezért két új csoportot is megnyitottunk. Ez számunkra azért is jelentős, mert ezek mind olyan esetek, ahol mindkét szülő munkaviszonyban van, és ez azt jelenti, hogy a munkanélküliség is csökkenő tendenciát mutat a községben. A helyi óvodákban 52 csoportban 1440 gyermek kezdte meg az oktatási évet. A községben a tavalyi évhez képest az idén 17 diákkal több, 171 szerb és 155 magyar ajkú kisdiák kezdte meg az első osztályt.